Üdvözlök mindenkit a mai beszélgetés alkalmával. Gyakorlatilag egy kiegészítő videó lesz egy cikkhez. A jövőben én valóban úgy tervezem, hogy ha olyasmi a téma, amit videóba is és írásba is érdemes elolvasni, megnézni, mind a kettőt elkészítem azért, mert sokan azt szeretik, hogyha van egy szöveg, és azt követik, és elvégzik a teendőt, más pedig azt szereti, hogyha van egy videó, és ő utána elvégzi a teendőt. Ki mit szeret, maga tudja eldönteni, nem mindig, nem mindenhol, de az esetek egy részében ezt a duálmódot fogom követni. A mai téma a LibreOffice sötét módjának a beállítása lesz. Igazából ez nem a LibreOffice-nak a sötét mód beállítását fogjuk végigvenni, hanem a műveleti, ava te irogatsz, szerkesztesz egyéb, annak a környezetét fogjuk megváltoztatni egyszer, illetve előtte természetesen sötét módba, sötét témává tesszük a felületünket, az adott ablakkezelőnket, az adott Linux disztribúciónkat. Azaz, miért csináljuk ezt? Egyrészt azért, mert én jobban szerettem a sötét módot, másrészt azért, mert a szemünkre káros az, hogyha fehér, nagyon világos, nagyon kontrasztos dolgot figyelünk. Nyilván láttatok, vagy tapasztaltatok már olyat, hogyha sieltek, és süti, tűzi a nap a hót, akkor természetesen égeti a szemedet, vagy nyáron a vízfelület, vagy hát nyilvánvalóan a napszemüveget már mindenki ismeri. Azaz, hogyha egész nap te nézed a monitorodat, érdemesebb egy kicsit emberbarátabb, egy kicsit szemhez hozzáillőbb, azaz sötétebb témát, sötétebb környezetet összekészíteni. Ez főleg akkor fontos, hogyha te mondjuk este írsz valamit, vagy este csinálsz a számítógépeddel valamit, amikor már a környezeted, a szobád sötétebb, hiszen ez december 1-én készült, és ilyenkor már hát későn világosodik, és korán sötétedik. Nem igazán jó, hogy egy fehéren virító téglalapot bámulunk, érdemesebb vagy egy kis háttérvilágítást csinálni, felkapcsolni egy kisebb lámpát, ami nem a szemedbe vagy a monitorra veri a fényt, és természetesen sötétebb témát használni. Hogyan állítjuk be a témát, a rendszertémát? Hát ezt én neked megmondani nem tudom. A egy tucat környékén lévő felület, hát bizony mindegyik máshogy, máshol és más programmal állítja. Én jelen pillanatban az i3 VM-et használom, mint környezetet és ablakkezelőt, így bizony egy speciális programot fogunk előhívni. Én terminálból elindítom, LX, és kiválasszuk az LX Aparance nevűt. Erről már volt szó, ezzel állogatom én a témát. Kiválasztod a neked megfelelő témát? Hát nyilván látható és egyértelmű. Én a Magyar Árs Dark témát használom, de használhatunk mást is. Nyilvánvalóan kinek mi tetszik. Hát valamikor egyszer olvastam, hogy több mint 500 féle téma van a Linuxhoz. 500 féle különböző téma elérhető a Linuxhoz, színösszeállítás, kinézet, egyéb. Hogy melyik felülethez mennyi, én nem vitatnám, de rengeteg van. Én visszamegyek a Magyar Árs Darkhoz, ez a kedvencem jelen pillanatban, és alkalmaz, illetve nem alkalmaz, csak bezárom, hiszen ez az, amit én használok. Oké, tehát ezzel a programjaid nagy részét egyes felületen, az összes programot egységes szín összeállítása, sötét szín összeállítása tudtam beállítani. Nem csak a sötétséget, tehát az, hogy szürkébb legyen és ne vakító fehér, hanem különböző egyéb szépészeti dolgokat is a témák hoznak magukkal, felülettől függően, hol több, hol kevesebb, de ez beállítható. Erre mindenképp figyelj. A másik gondolat, bár ez igazából egyéni dolog, hogy a hátteret is, tehát a monitoron lévő képet is érdemes mindenképp olyanra venni, ami nem vakító fehér. Nyilván, aki fiatalabb, vagy jobb a szeme, vagy kevésbé törődik ilyesmivel, annak mindegy, a saját felelőssége, hogy esetleg egy évvel, vagy két évvel előbb fog a szeme megromolni, hiszen a fehér vakító szín nem tesz jót neki. Úgy is láttátok, én általában a sötétebb háttérszíneket,
a sötétebb háttérképeket szeretem. Oké, megvan a rendszer beállítása, lépjünk is tovább az eredeti témához, elindítjuk a LibreOffice-t, és elindítjuk. Látható, hogy felevette vélhetően a környezet a rendszernek a rendszer beállítását, azt a témát használja, azaz ezek a dolgok, amilyen környezet, az már felvette a beállításomat sötétebb és nem vakító fehér, vagy szürke, vagy egyéb, hiszen a témát követi. Mivel van baj, hogy nem ezt nézzük, hanem ezt nézzük, a fehéren lévő fekete betűk az egyik legrosszabb, de sajnálatos módon legelterjedtebb kinézet a könyvek, az újságok. Minden arra épül, hogy van egy fehér lap, arra meg feketével nyomtatnak. Az iskolába, persze, aki idősebb és még látott ilyet, régen fekete táblára fehér krétával írt a tanár. Egyrészt a kréta tönkretette a szegény tanárnak, tanítónéninknek a kezét, hiszen nagyon kiszárította, másrészt a szemünknek se volt teljesen jó, ráadásul egy idő után még a neonok is elterjedtek, amik vibráló fényt adnak, ami szintén nem volt egy túl kellemes. Egy idő után már ők kitalálták, hogy a tábla, az a fa tábla, amire írtak, bizony ne fekete legyen, hanem zöld. Ez már egy kellemes zöld-fehér kontrasztot adott, de hát nyilvánvalóan a fekete-fehér kontraszt az megmaradt. Észre lehet venni, hogy sok e-book, tehát elektromos könyv, digitális könyvhöz már ott van az a lehetőség, hogy áttedd sötét módra, vagy megváltoztasd a háttér színét, hogy kényelmesebb legyen, de hát nyilvánvalóan jelen pillanatban LibreOffice-unkban szeretnénk ezt megváltoztatni. Tehát ez a terület az, ami nézel, nem az ikonokat nézegeti az ember, hanem ezt a területet hogyan tudjuk megváltoztatni, eszközök, beállítások, és oda megyünk, hogy alkalmazás színei logikus, de igazából érdemes elmondani. Egyetlen egy beállítást fogok én beállítani, a dokumentum háttere. Ő az, azaz a dokumentum háttere, és nem a lap háttér színe fog megváltozni, azaz attól nem kell tartanod, hogy majd ha te nyomtatsz, akkor szürke, piros, akármilyen, amilyen beállítod, az fog kinyomtatódni, hanem csak a te általad látott kép fog hát szürkébb lenni, pirosabb lenni, vagy amilyenre állítod, azaz az a dokumentum háttere automatikusul átállítod, sokan azt mondják, hogy feketére, de szerintem az nem jó, mert a fekete háttérre fehér betűket írsz, az is pont ugyanaz, csak inverze, negatívja annak, ami eddig volt. Én valami kellemes szürkére, világos szürke 1, világos szürke 2, ezek között szoktam választani, és megnézzük a változást. Itt érdemes figyelni, rábökünk az alkalmazra, egy picit szürkébb lett. Megfelel neked? Ha igen, igen, ha nem, nem. Itt későbbiekben, vagy akár most is bármi egyéb a rendszerhez, mármint a LibreOffice egész rendszeréhez tartozó színeket beállíthatod, de gyakorlatilag számomra a legfontosabb az, hogy a lap az legyen egy kicsit kellemesebb, és utána alkalmaz, és oké, látható, megváltozott. Előfordulhat az, hogy ha neked olyan az ikonkészleted, és olyan a témád, ami nem 100%-ba felel meg, természetesen a témát már beállítottuk, és az már úgy nagyjából elfogadható számunkra, akkor az ikonok előfordulhatnak, hogy hótfehérek, virítófehérek, szerencsére a legtöbb rendszer LibreOffice készítői odafigyeltek, hogy ne valami idétlen, rossz minőségű ikonokat rakjanak fel, amik kivégetik az ember szemét vagy ocsmánya, de hát nyilvánvalóan ízlések és pofonok. Itt is be tudod állítani eszközök, visszamegyünk oda, ahol voltunk, és beállítások, a nézet és ikonstílus automatikus, hát ráhagyja a rendszerre, ami vagy rákattintasz, és van egy csomó megfelelő ikon, hogy neked ezek közül melyik tetszik, az a te dolgod, nyilvánvalóan azt állítod be, amit te szeretnél, ami neked tetszik.
azaz meg tudjuk változtatni a rendszer sötétségét, kinézetét, egy kicsit normálisabb, szembarátabbá tudjuk az egész Linuxunkat tenni. A másik gondolat a programokba is, jelenleg éppen a LibreOffice programba is be tudod állítani a háttérszíneket, be tudod állítani a papír, a lap színét, be tudsz minden olyan beállítási lehetőséget skálázni, ami kényelmesebbé, szebbé tudja tenni a dolgokat. Bár a írott cikkben az elején kezdtem azzal, hogy van más megoldás is, két megoldást így a végére említek. Az egyik természetesen az, hogy fogod a monitornak a beállító billentyűit, amit vagy oldalt, vagy a legalján találsz, és egy kicsit sötétebbre veszed a képet. Az természetesen nem jó nekünk, mert ha filmet nézünk, hát az sötétebb lesz. Ha éppen internetezünk, ott azért kevésbé érdekes, de mondjuk egy képszerkesztésnél, vagy akármilyen olyan szerkesztésnél, ahol a szín sötétsége, a denzitása, a gradáció, meg egyéb ilyen fontos képszerkesztés, videóvágás, annak a színeinek a változtatása, hát azért nem jó, hogyha a monitor nem színhelyes. Azaz ezt igazából nem tudjuk, nem szeretnénk megtenni, hiszen akkor globálisan az egész eszközre, hardware-re megváltozik a dolog. A másik, amit már bemutattam, a Redshift nevű eszköz, ahol a színhőmérsékletet is, és a három főszint is tudod állítani. Itt már egy kicsit kényelmesebb helyzetben vagy, hogy az egész akkor, amikor a Redshift abba az üzemmódban van, az egész monitorod színet vagy színhőmérséklete megváltozik, egységes lesz. Nyilvánvalóan, mivel ez egy program, villámgyorsan vissza tudod állítani alapesetre, 5500-5600 fok Kelvinre a színhőmérsékletet meg a denzitást, a sötétséget, de hát az is egy megoldás, azaz vannak megoldások, de egy a lényeg, a szemedre vigyázz. Köszi szépen, sziasztok, és mindenkinek jó beállítást kívánok. Sziasztok!